A fémből készült kereszt 6 méter magas és Pécsváros felé tekint. A szakrális alkotás úgy van beállítva, hogy nappal bármilyen szögből jól látható legyen, amikor a nap rásüt. Két LED sík fut benne, melynek köszönhetően sötétedés után világít. Ezt a keresztet egy újabb nyitásnak tekinti Miseta Attila, az egyetem rektora, és egyben újabb jelképe az egyetemnek. A legáltalánosabb szimbóluma az a keresztény hagyomány, ami ez az ország kialakult, fejlődött, és én azt gondolom, hogy az elkövetkező évszázadokban is fejlődni fog. Egyike azoknak a jelképeknek, amelyek igazából nagyon fontosak a számunkra. És a másik, egy kis földhöz ragadtabb jelentésmódusz, az pedig az, hogy ezt a birtokot, ami most az egyetemi szőlőbirtok, valamikor a papok szőlőjének hívták, egyébként sokan a környékbeliek közül most is így nevezik, és bizony-bizony volt itt kereszt. Úgy gondoltuk, hogy egy szép művészeti színvonalú alkotással ezt újra megtesszük, és egy keresztet állítunk. Amúgy pedig itt egy szép kis platformot is kialakítottunk, csodálatos kilátással. Mindenkinek alkalma van, aki ide belátogat, megtekinteni a gyorsan fejlődő egyetemi szőlőbirtokot, valamint azt a csodálatos tájat, amit itt tőlünk délre elterül. Madaras Zoltán, a Szőlészet és Borászati Kutatóintézet elnöke szerint is meg kell emlékezni a szőlőbirtok eredetéről. Múltját, jelenét be kell mutatni a nagy közönségnek is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, nem csak a Szőlészeti Borászati Kutatóintézetnek itt a PTN belül, de úgy gondolom, hogy Pécs életében is egy üde színfolt lehet a jövőben. Belegondolunk abban, hogy beszédemben is mondtam, hogy ha jó vagy rossz történik az emberrel, sokszor elhaladszik azt, hogy Istenem segíts. Gondoljunk arra, amikor először szerelmes az ember, vagy amikor megkéri a kezét egy kislánynak. Gondoljunk arra, amikor gyermekáldást terveznek. Ezek fontos mérföldkövek az életben, és mindig valahogy köze van először a kereszthez, majd a jó borhoz. És bízunk benne, hogy a jövőben ezt is tudjuk erősíteni. Itt Pécsen szeretnénk ezt nyitottábbá és nyíltá tenni a pécsi lakosok számára. Ide föl lehet jönni, itt el lehet tölteni egy kis időt, itt ha tervezheti az életét, vagy tehet mérföldköveket az életében. Bízunk benne, hogy egy jó helyszín leszünk a jövőben. A kereszt és a szőlőtőke közötti összefüggést emelte ki Felföldi László pécsi megyés püspök. A főpap elmondta, két olyan ősi szakrális szimbólumról van szó, amelyek összekapcsolódnak és amelyekből mindig erőt meríthetünk. A szőlő egy különleges áldás a mindennapi életünkben. A kereszténységben a kereszt egy nagyon különleges és a legmélyebb, leggazdagabb szimbólumunk, kifejező formánk a szeretet és a szenvedés gazdagságát hordozza. Nyilván elsősorban arra figyelünk, hogy Jézus a kereszten halt meg, a kereszten vállalta értünk a szenvedését, de ott mutatta meg a szeretetét. És egyik oldala az, hogy a mindennapi életben a szeretet és a szenvedés hogy találkozik a sorsunkban, és ennek az egyensúlya adja a békét, adja az életünknek a valóságát, a teljességét. És itt én azt gondolom, a hihetetlen gazdag üzenete lett, hogy pontosan itt a szőlők, kertben, a szőlők között, a város fölött, a városra ránézve helyezték el ezt a keresztet, és a mindennapi munkának a titka az áldás. Hogy áldás legyen a sorsunkon, az életünkön, a munkánkon, és a szőlő egy különleges növény, egy különleges áldás a mindennapi életünkben. És Jézus a szőlőt emelte ki olyan növényként, amiről Isten teremtette emberi méltóságot megmutatta, és azt mondta, hogy tanuljunk a szőlőtől. És úgy, mint a ő a szőlőt, ő szőlővesző, és hogy a szőlőnek termést kell hozni, nekünk is. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ezt a keresztet itt elhelyezhették, megáldottuk, és tulajdonképpen ezt az áldást kérjük Istentől az életünkre, és ezzel az áldással kell együtt dolgoznunk nekünk, embereknek. Több mint 300 éve terem szőlő és készül bor a Szent Miklós hegyen. A pécsi egyetemi borbirtokon állított kereszt az egykori káptalani birtok emlékére készült. Az emlékkereszt felállítását nagymértékben támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Egyházmegye voltak a fő mecénások.